34-31-es vereséget szenvedett a Ferencváros női kézilabda csapata a tavalyi bajnokok ligája döntős Vardarskopja otthonában. Lányaink a mérkőzés első periódusában jól tartották magukat, 10-10-nél még döntetlen volt az állás, utána azonban a hazai a ritmust váltottak és eldöntötték a két pont sorsát. Én nagyon mérges vagyok ezért a negyed óráért, vagy meg kell majd nézni pontosan, hogy mikor volt 10-10, így nem tudom fejből, de körülbelül a fél idő közepe tájéken. Úgyhogy azért a negyed óráért azért nagyon-nagyon mérges vagyok. Az, ami a második fél időben történt, az egy külön mérkőzés volt, tehát az egy olyan érdekes, de abban a negyed órából abban nagyon-nagyon sokat kell nekünk tanulni, hogy ennyire nem lehet szétesni. Egyébként a védekezésünk az kaotikus volt, tehát puha, lassú, nagyon sok fegyelmezetlenséggel és butasággal, tehát az arra feltétlenül azt gondolom, hogy azt át kell beszélgetni, mert ugye ezek már nem a Budaörs és a Vasas mérkőzések, tehát ahol elég az, hogy okosak vagyunk, vagy tehát itt nagyon-nagyon, szinte alig volt megállító faltunk, alig volt olyan jellegű védekezésünk, amivel elégedett lehetnék, és teljesen kiszolgáltattuk a kapusunkat. A két szélsőnk viszont jól szállt, a két fiatal szélsőnk, velük elégedett vagy legalább? Maximálisan, te persze, gyerekeket tökéletesen elégedett vagyok, ami nekem viszont nagyon nagy probléma, hogy rosszul jöttünk. Tehát nagyon kevés idő volt a rendelkezésünkre, álló idő, ugye, de ezt tudtuk, és nagyon-nagyon, nem tudom, nekem nem tetszettek most a válogatott játékosok, tehát lehet, hogy fáradtak voltak, lehet, hogy kellett volna nekik még egy nap ilyen öt adni, de hát azt nem lehet, hogy két edzéssel menjünk neki egy ilyen mérkőzésnek, úgyhogy a gyerekekkel nagyon-nagyon elégedett, sőt, már meg is dicsértem most őket. És ami még pozitívum volt ebben a mérkőzésben, hogy azért az utolsó negyed órára visszatért a hitünk, és azért azt gondolom, az egy nagyon komoly teljesítmény volt. Persze ez kellett a Skopjának a felazuló védekezés, egy kicsit fegyelmezetlen támadójátéka, de ez legyen az ő gondjuk. Tehát én azt gondolom, hogy itt mi már feküdtünk a földön, és fetrengtünk saját vérünkbe, és onnan még ki tudtunk mászni, tehát annak erőt kell adni a későbbiekre, vagy a későbbieket illetően, de mondom, tehát ez az első fél, de másik negyed órája az, ami most nem izolott. Az első fél, első 10 percében, 15 percében még jók voltunk, ott adtottuk a Skopjét, aztán valami történt. Mi történt, mit gondolsz? Hát szerintem már érezhető volt abban a 10 percben is, hogy valami nem stimmel, mert mindkét csapat nagyon lassan játszott. Én éreztem a Skopjét, hogy valamikor biztos el fog jönni az irányváltás, és bíztam benne, hogy mi tudjuk hamarabb felvenni azt a lendületet, ami játszanunk kéne. Elveszítettük a fejünket, mentálisan nem mondom, hogy elfáradtunk, mert 10 perc alatt nehéz elfárni, egyszerűen nem tudtuk venni az adást, amit ők diktáltak, ezt a tempót. Volt közte 10 is, a végén mégiscsak 3 lett, nagyban köszönhetve neked is a góljaidnak. Miből fakadt az az erő itt a végén, miből tudtunk közeledni a Skopjéhoz? Ez az erő az, ami ott van a másik szemében. Én például a Misika szeméből merítettem ezt az erőt, ahogy a fél időben oda jött hozzám. Pont ez az szerint van, amiben kapaszkodunk, hogy ilyenekre is képesek vagyunk, hogy egy ilyen csúfos vereségnek kinéző helyzetből tudunk csinálni egy -3-at, és akár, hogyha valaki nem látja ezt a meccset, azt tudja mondani, hogy ez igen, Ferencváros, a Vardarskopja otthonában -3-ra lehozta a meccset, pedig nem ez van mögötte. Annyit tudok ígérni nektek, hogy hazamegyünk, és nagyon keményen elkezdünk dolgozni, mert ez az, ami most vár ránk, és amiből erőt tudunk meríteni, mert unkának mindig meg van gyümölcse, szóval csak erre számíthatunk most, hogy dolgozunk, aztán meglátjuk, mi sül ki belőle. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér, e két szín mindennél többet ér.